Ki emlékszik még, így ha nevét mondom, Schalegger Richárdra? Egy 1991-ben, amikor a film készült róla, 11 éves ifjú úr volt ő, akire akkor már jó néhány éve nem kis feladatot szabott az élet. Édesapja meghalt, édesanyja pedig súlyos beteg volt, szklerózis multiplex volt ez a betegség, amelyről annyit meg kell jegyezni, hogy idegrendszeri eredetű betegség, és főleg a mozgásszerveket támadja meg. Salikám, akkor mesélj egy picikét önön magadról, legfőképpen mondjuk az előéletedről, vagy most vagy 10-11 esztendős, ugye? 11, bár? Igen. 11 éves, kijártad az 5. osztály? Igen. Milyen gyerek voltál te? Hát, hogy emlékszel vissza ebből az élet férfikorból a gyerekkorodra? Hát elég csintalan gyerek voltam, csináltam rosszaságot, jót. Jóságot is? Igen. Vegyesen? Igen. Miből volt több? Hát a inkább, rossz, inkább a inkább azt mondták, hogy rossz gyerek? Hát nem, hogy rossz, hanem hogy csintalan. Főleg az, hogy ellent mondtam. Ahogy elkezdtél beszélni, rögtön ellent mondtál, így kezdődött az életed? Hát, nem egészen, hanem amikor mondtak valamit nekem, és én nekem az nem volt jó, vagy én másod szerettem volna, akkor ellent mondtam. Na jó, hát ez nem csintalanság, ez önálló gondolkodásra van. Tehát, hogy te már kora gyermekkorodtól kezdve, így mondják ezt, azt hiszem a felnőttek, szuverén egyéniség voltál. Igen. Például az üzletekben abban beültem a tejhűtőbe autózni. Abban, amiben a tejet tároltál? Igen, tehát én beültem és elkezdtem autózni. Hát ez semmi végül is, ez másokkal is megesett már. Aztán? Igen. Hát aztán így az utcán, amikor jártam még régebben karatézni, amikor 7-8 éves voltam, jöttem haza az utcáról az egyik barátommal, és elkezdtünk, megmutattuk, hogy mit tanultunk a karatén, és berúgtuk a pinceablakot, és hát másnap az iskolába behívtak a barátommal együtt, mert osztálytársam volt, és hát fizetnie kellett az apukámnak. Pedig a karaténnál, ha jól tudom, alapszabály az, hogy nem, igen, lehet visszaélni. Igen. Nem lehet mutogatni, tehát nem lehet hősködni azzal, igen, amit ott tanultatok. Gondolom, ezt ma már nem csinálnád így. Hát nem. Uh-huh. És egyébként testvéred nincs? Nincs, unokatestvérem van, de... Testvéred nincs, testvérem hiányzott? Nincs. Hát vagy nem meg nagyon. Voltál egyedül, hát jó, meg voltam egyedül is, de szerettem, uh-huh, volna egyet, de nem annyira, hogy... Szóval ez nem volt téma, nem, hogy legyen testvéred, mert te vágysz rá. Igen. Szüleidről valamit, édesapád? Az apukám az klímaberendező volt, hát ez azt jelenti, hogy ilyen fűtés, vízvezeték szerelő. Az anyukám maszek zöldséges volt, volt egy bódéja a Korányi szanatórium előtt, saját bódé, zöldséges bódéja. Amikor kicsi voltam, és nem volt óvoda, de az anyukám dolgozott, akkor fölvitt magával a bódéba, ott játszottam, segítettem. Uh-huh. Ez hogy nekem... emlékszel vissza, ők sokat dolgoztak? Hát igen, elég sokat mind a ketten. Szóval egyről kettőre jutni csak sok munkával lehetett nálatok, igen, is. Uh-huh. Papádnál mit jelent ez, hogy klíma, berendezés, szerelő? Hol, merre dolgozott? Miket csinált? Hát... ő dolgozott külföldön is, dolgozott sokfelé Magyarországon. Amikor külföldön Bécsben dolgozott, akkor 4 évig csinálta azt, hogy vasárnap este kiment Bécsbe, és pénteken este jött haza. Tehát ingázott. Igen. A hétköznapokat ott töltötte Bécsben, igen, munkával is hétvégére. Igen, és a hétvégét pedig itthon töltötte. Ez miért volt így? Hát azért, mert az anyukámnak már volt ez a betegsége. Ha ugye nem kényelmetlen, elmondanád, hogy mi volt édesanyádnak ez a betegsége? Szklerózis multiplexje volt. Ez úgy jelentkezett nála, hogy először a kezére jelentkezett. Ez úgy, hogy egyik nap még könnyebben felrakta a rekeszt, a másik nap meg már nehezebben. És utána pedig a lábát. Támadta meg. Igen. Aztán még a beszédét is, ugye? Én, igen, hát az vele. Nem úgy volt, hanem az úgy volt, hogy amikor akarta harapni a sonkát, akkor beszállt egy darázs a torkába, és megcsípte, így ebből következik, hogy nehezebben tud beszélni és nyelni. Tehát ez nincs összefüggésben az alapbetegsége, a szklerózis multiplexe? Nem, ez nincs. Hány éves volt, amikor ez a betegség rátámadt? Hát... na nézzük onnan, hogy most mennyi. Hát most 33 éves, talán 28-29. Tehát 4-5 éve, igen, kezdődött ez.
Na most közben még egy fordulata, egy igen tragikus fordulata volt a ti életeteknek, mert ahogy én tudom, 2 évvel ezelőtt édesapád meghalt. Igen. Hát ez úgy történt, hogy hazajött az apukám a munkából délben, mert egy takarékbetétkönyvet kellett kiváltani, és utána megivott itthon egy kávét, elment, de már amikor itták a kávét, már akkor mondta az anyukámnak, hogy hát itt fáj neki a szíve alatt, és mondta neki az anyu, hogy jaj, Csaba, ne menj el, de mondta az apu, hogy de elmegyek dolgozni, mert Gödöllőre kellett neki kimenni, és beült az autóba, és hát látta mögötte álló autós, hogy beveszi a gyógyszer, de amikor elindultak, akkor meghalt szívinfarktusban. Neked hirtelen föl kellett nőni. Igen, hát ez úgy volt, hogy azután, hogy az apukám meghalt, azokat a dolgokat, amiket ő csinált, azokat nekem kellett megcsinálni. Úgy, mint? Hát például az fürdetést, az apukám fürdette még, akkor, amikor munka után is, akkor a főzést, és hát a takarítás nagyobb részben. Ekkor voltál 9 éves, 9, ugye? Igen. Ott tartom. Kitől tanultad mindezeket? Hát főzni tanulni biztos, hogy kell, mert az ember nem születik azzal. Rendben, igen, hogy ott állt anyukád és diktálta, de igen, hát általában azok is megragadtak bennem, amik úgy mondta az anyukám, hogy mit csináljak, és azokat megjegyeztem. Meg hát tanított az anyukám, az apukám is főzni. És mi mindent tudsz főzni? Halljuk. Hát sokfajta levest, akkor ilyen töltött paprikát. Csak nem azt akarod mondani, hogy például tudod, hogy miből áll a rántás? De. Tudod? Tudom. Meséld el egy napotokat, hogy hogyan értek itt ebben a... Hát ha iskola van, akkor? Ahogy tetszik, mondjuk ha iskola van. Hát ha iskola van, akkor reggel fölkelünk, kivezetem az anyukámat a konyhába, beágyazok. Már annyira, akkor... hogy vezetni kell? Tehát már nem tud saját lábán közlekedni? Hát úgy, hogy fogni kell neki a kezét. Uh-huh. Akkor itt kivezetem a konyhába, akkor beágyazok, utána megmosakszunk, adok neki egy kávét, lemegyek a boltba reggeliért, megreggelizünk, hozok neki újságot. Akkor ilyenkor például te készíted neki, mert igen, már vágni igen, ő nem tud. Akkor hozok neki újságot, akkor azt oda készítem egy kávéval, megteázunk, akkor a teát is oda készítem neki, még beszélgetünk valamit, átnézem még azért a táskámat, hogy jól be van-e pakolva, este bepakolok, akkor elmegyek az iskolába az ételhordóval, akkor hazajövök, leteszem a táskát, ugye megebédelünk, közben elmesélem. Ebédelt honnan hozol? Mit mondtál? Az iskolából. Akkor megebédelünk, közben elmesélem, hogy mi volt az iskolában, mi történt. Míg te az iskolában vagy, bocsánat, így közbevetek, addig egyedül van az édesanyád? Igen, hát úgy volt olyan, hogy az apukámnak a legjobb barátja és munkatársa, annak a felesége nagyon jó barátja az anyukámnak, van olyan, amikor följön, meg hát vannak itt szomszédok, akik néha lejönnek az anyuhoz beszélgetni, uh-huh, aztán nagyon sokat olvas az anyukám, főállásban uh-huh olvas, akkor utána, hogyha megtanultam, bemegyünk a szobába, akkor, hogyha esetleg olyan kedvünk van, hogy álmosak vagyunk, vagy valami, akkor lefekszünk pihenni, ha olyan kedvünk van, akkor olvassunk, vagy megnézzünk egy filmet a videóba. Nagy előszeretettel szeretsz és állítólag tudsz kártyázni. Igen. Hát, hogyha olyan nagyon jó kedvünkben vagyunk, akkor leállunk kártyázni, vagy... Anyukát hogy tudja tartani a lapokat? Hát mindenki... úgy, hogy nem tudja tartani, tehát nyílt lapokkal játszunk mindenketten. Úgyhogy így tudunk játszani, vagy barkóbázunk, vagy valami játékok. Szóval eltelik a délután rendesen. Thank you.
akkor utána este megcsinálom a vacsorát. Akkor, minden este? Igen. Vacsorát csinálsz? Igen. Az akkor, miből szokott állni? Hát, vagy hideget eszünk, vagy meleget. Hát, a meleget azt is te csinálod, nem is kell kérdezni. És mikor mosol például? Hát, ez is egy háztartási teendő. Igen, hát például akkor, hogyha kell mosni, akkor délután. Délután mosol. Igen, tehát tanulás után akkor nem rögtön bemegyünk a szobába, hanem elvégezzük, amit kell. És tudod, hogy mit mivel lehet összemosni, és mit nem szabad? Hát azt úgy szoktuk, hogy az anyukám beáll a mosdóhoz, a fürdőszobába, és akkor ő mondja, hogy azt nem, azt majd egy másik mosásban, és akkor így. És aztán beleöntöd a mosókot, és akkor elindítjuk a gépet. Hát ez egy prózai kérdés, aztán ha azt mondod, hogy erről ne beszéljünk, akkor én eltekintek ettől, hogy hogyan tisztálkodik az édesanyád? Hát az arcát azt rendesen megmossuk, akkor általában így szivacssal szoktuk neki. De ezt is te csinálod? Igen, akkor a fogmosást egyszerűen szoktuk, azt én mosom neki. És aztán a többit hogy tudod például felemelni? Hát például, hogyha tusolunk, akkor azt már könnyen megtudjuk, mert azt már, amikor apukám élt, akkor is tudjuk, van egy tusoló, oda könnyen be tudunk állni, könnyen le tudom tusolni. De úgyhogy végig te fogod, ugye, ha jól értem? Nem kell fogni, akkor ő megáll, és akkor én tudom őt letusolni. Hogyha pedig kádba fürdik, akkor beeresztem, beengedem a kádba, és így megfogom erősen a kezét, és amikor pedig kijön, akkor is kihúzom. Valaki mondjuk itt a tanácstól, nem így hívják már önkormányzat, mindegy, hogy valamilyen segítséget ad nektek? Vagy ti nem is igényeltétek esetleg? Hát mi nem igényeltük, de jött le egy néni egyszer, és hát ő hozta ezt szóba, de hát én azt mondtam, hogy hát nekem nem kell ilyen, meg hogy tudom én az anyut, kialakítottuk már az életünket, tehát nem kell ilyen segítség, úgyhogy már ez nem. Azóta szóval nem akartatok ilyet? Nem, tehát én már nem akartam is. És a néni ezt elfogadta? Persze, utána. Tárgyalt veled, és te lebeszélted, és győztél. És azóta, igen. És miért nem akartad, hogy valaki segítsen? Mitől tartottál? Hát, talán attól, hogy ha ez van, akkor talán egyre jobban, talán, hogy elvesztem az anyut. Ezzel, hogy jár ide valaki, és állandóan ő csinálja meg azokat, amiket én már megszoktam, hogy én csinálok. Mondd, Sarikám, hát nem túl nagy áldozat ez egy 10-11 éves gyerektől? Hát, végül is ez rengeteg idődet elveszi. Nagyon szép, amit teszel, és nagyon emberi, hogy úgy mondjam, de hát nyilván ez a játéktól, az udvartól, és egy csomó baráttól elszakít téged, mert neked más kell tenni, mint a kortársaidnak. Igen, más kell tenni, de attól még, hogy én ezeket teszem, attól még ugyanúgy jut idő a barátokra, a játékra. Uh-huh. Szóval nem érzed áldozatnak? Nem. Sőt, természetesnek tartod? Igen. Egy percig sem fordult meg a fejedbe, hogy nem volt olyan rossz pillanatod, hogy nem csinálod tovább? Nem. Hát ez szép. Rosszalkodni szoktál? Mármint az anyukámmal? Hát igen, mondjuk így házon belül. Hát... Már csak az előéleted olyan volt, hogy nem voltál valami kitűnő magatartású gyerek. Hát vannak olyanok, amikor így néha megharagszunk, az anyu megharagszik rám, mert én valahogy nem úgy csinálom, vagy szóval, hogy ő szeretné csinálni, de csak nem tudja megmutatni, hogy hogy kell, és akkor én már nem értem, és akkor... Mert arra gondoltam, ilyenek. Nem feltétlenül egy ilyen példára, hanem valami másra, hogyha te rosszalkodsz, akkor végül is az anyukád, hogy mondjam, vissza tudsz élni azzal, hogy az anyukád beteg, mert hát ő nem tud lekeverni mondjuk egy fülest. Értem. Hát én... Csak itt az a lényeg, hogy én nem élek ebben vissza, szóval, hogy annyira úgy, hogy ilyeneket, hogy például ilyen kis csíny tevéseket, például, mint amit az előbb is elmondtam, ilyeneket megcsinálok, de olyan nagyokat, hogy például azt szeretné, hogy na, most hú, de szeretnélek megverni, csak nem tudlak ilyeneket, nem. És aztán a jövőt, azt hogyan tervezed? Mert hát végül is most vagy leszel hatodikos, elvégzed a 8 osztályt, aztán gondolom én. Megtanulsz egy szakmát, vagy elmégy gimnáziumba, leérettségizel, és hát előbb-utóbb, mint a normális emberek többsége, megházasodsz.
Hát én ezt úgy gondolom, hogy hát reménykedek abba, hogy az anyukám meggyógyul, és akkor így lesz, vagy pedig, hogyha bármi, tehát hogy megházasodok, vagy bármi, akkor az anyukámnak mindig ott van a helye, ahol én vagyok. Tehát, hogy én érzem azt, hogy én tartozok neki annyival, hogy akár hány éves vagyok, akkor is nekem ott kell lennem mellette. Hogyha nem tud meggyógyulni, de persze akkor is, hogyha meg tud gyógyulni. Sali, és boldog gyerek vagy te? Igen. Tehát nem érzek hiányt semmiben, mint például olyanban, hogy más gyerek, amiket meg tud csinálni, az például én nem. Tehát nem érzek ilyenből hiányt, ilyen szabadságszerű hiányt. Szóval akkor a tekintetben minden rendben. Igen. Boldog önfeled gyerek vagy. Igen. A boldog önfeled gyerek ma már kész felnőtt, és itt ül az én mozimban. Vajon mi történt azóta? Hát sajnos 2 évvel ezelőtt édesanyám egy tüdőgyulladás következtében meghalt, és ezek után én dédnagymamámhoz kerültem. Egyedül maradtál. Egyedül maradtam. Édesapád, mint a filmből kiderült, igen, korábban meghalt. És dédnagymamámhoz kerültem, aki mellett még édesanyám húgával, aki egyben keresztanyukám, és az ő férjével, és egy unokatestvéremmel lakunk együtt. Igen. El is költöztél onnan? Tehát nem abban a lakásban? Nem laktál? Abban a lakásban, kint Szentendrén egy házban, egy családi házban lakunk. És ami az iskolát illeti, hol folytattad a tanulmányodat? Hát egy belső épület gépészeti iskolába járok, az Arany Jánosba. Ha jól emlékszem, de cáfolj meg, 6 évvel ezelőtt, mint elhangzott volna, hogy ugyanide járt az édesapád is. Igen, ugyanebbe az iskolába, ugyanezt a szakmát tanulta ő is. És akkor mi lesz belőled, ha nagy leszel? Bár már nagy vagy, nagyon sokat nőttél. Hát lényegében víz-gáz központi fűtésszerelés, légtechnikák, minden ilyen. Uh-huh. Jó, hát valamit megtudtunk. Örülök, hogy eljöttél. És azt már nem mondom, hogy nőj nagyra, de forduljon minden jóra az életedben. Köszönöm szépen.